Üdvözlöm kedves barátaim, csodálatos reggel van Budapest, most indulunk pár perc múlva, nem is Egerbe, hanem a Tiszatóhoz, és ott lesz Pada Yatra, ott fogunk menni, énekelni Hare Krishnát, zenélni, nem tudom hányan leszünk, 20, 30, 40, 50, ez minden évben megtörténik, mikor próbálok minden több városban az Istennek a szent nevét dicsőíteni, megosztani a többiekkel, tisztítani a országot a karmától, még saját magunk is tisztulunk. Hare Krishna! Kezdtünk. Itt vannak a barátaink, most egy kis szünet, és utána megyünk még két órát itt egyik részén, a Tisza-Füred városban. Utána a kis ebédszünet lesz, és délután még egy kis menet lesz belvárosba. Hare Krishna! Kedves barátaim, itt vagyunk, meg is érkeztünk, a Tisza-tó parton. Most kicsit sétáltunk is, most ebédszünet van, sziesta csapatnak. Itt látjátok a videóban, délelőtt is mentünk egy jó darabig, Tisza-Füreden. Most fogunk indulni tovább, és elmegyünk a belvárosba. És ez mind bemelegítés a búcsúra, Kirtan Festre, amelyik jövő hét végén már lesz. Jövő héten már megyünk Krishna völgybe, ott előkészítjünk a terepet, lesz a Spirit Up, ami nagyon izgalmas lesz, ki lehet majd próbálni Vaisnava ruhát, szárikat, ki lehet próbálni mantra meditációt, olyan is terveztünk, hogy, és az minden út nálunk lesz, hogy lehetne kézzel csinálni egy fonalból úgynevezett pavitrát, mondjuk így egy szent talizmánokat, ami majd egy speciális felajánlás szentelés után haza is visztek magatukkal. Valaki a kézre csinálja, valaki kicsit nagyobb, szóval igyekszünk, hogy jó érezzetek magatokat, ez napközben lesz, péntek, szombat, vasárnap. Lesznek előadások, és ugyanakkor lesz Kirtan Fest. Minden nap 17 órával kezdve, 20-ig, és így tovább. Várunk benneteket szeretettel. Örülöm, hogy tavaly voltatok, és sokan azért jöttetek, és kibéreltetek a szállást, és akkor ott voltatok 3 napig velünk. Itt van lehetőség, hogy legyünk veletek együtt. Köszönjük szépen, akkor majd ott találkozunk. Hare Krishna!